A Máté Szalkai képviselőtestület még 2019-ben döntött arról, hogy pályáznak egy hat csoportos megépítésére. A fizikai kivitelezés olyan készültségi szintet érte, hogy döntést kellett hozni az üzemeltetés kérdésében, amely az engedélyeztetési folyamatok elindításához is szükséges. A tervek szerint a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményeket működtető társulás üzemelteti majd az új bölcsödét. Ha szükséges tapasztalattal rendelkeznek, hiszen a meglévő bölcsödét is ez a társulat üzemelteti. Legkésőbb szeptember 1-én már fogadni szeretnék a kicsiket az új bölcsödében. Kiemelt napi rendi pont volt a távhőszolgáltató beszámolója. Ebből kiderült, hogy a polgármesteri hivatalban például 68%-os energiamegtakarítást sikerült realizálni, és a lakosság is odafigyel a távhő felhasználására. A szolgáltató KFT közel 1 milliárd forintos támogatást kapott a kormánytól. 2022-ig azok a távhőszolgáltató, távhőszolgáltatást igénybevevő lakások, akik fizetik a díjakat, az kevesebb, mint 6 át fizették az energia tényleges árának. Tehát kis matekkal közel 20 át 18 adát fizetik december 31-ig. Januártól ez némi emelkedésemben keresztül, így jelenleg nem egészen 11 át fizeti a valós távhős költségeknek az alakos, aki távhőszolgáltatát vesz igénybe. Tehát a számlája tízszer akkora lenne, és ezt a magyar állam fizeti, ezt a plusz közel 90 ot hogy olyan áron jussanak távhőhöz, mint amilyen valójában hozzájutnak. Így a távhő működése is kiegyensúlyozott, stabil. Ehhez hozzájárul az is, hogy az alkotmány és a Váci úton 50 millió forint tagi költségből az önkormányzat kicserélte a hálózatot új, hőszigetelt csövekre. A fejlesztés műszakilag is indokolt volt, és 2023-ban szeretnék tovább folytatni. Az ülésen döntés hoztak arról is, hogy lakossági kezdeményezésre világítást kap az Északi Sportpark. Mi nem csak a 200, meg 500, meg 1 milliárdos fejlesztések után megyünk, is azt is el szoktam mondani, hogy aki a városban vagy bárhonnan olyan pályázatot mutat, amire mi be tudjuk adni, és nem adjuk be a pályázatot, na az előtt megemelem a kalapomat. A városfejlesztési csoport munkatársai kiválóan felkészültek, és éppen ezért most egy olyan pályázatot hoztak a képviselőtestület elé, ahol a maximális első helyezett, 8 millió forintot kap, de még az ötödik helyezett is 2 millió forintot kap. Ez egy pályázat a települési önkormányzatok országos szövetsége és az OTP bank együttműködésében. Sokan jelezték annak idén az északi lakótelepről, hogy ott a jubileumi tér mellett épült egy kondipark és épült egy futókör. Igen ám, de hát ugye a téli időszakban nagyon hamar besötétedik is, akik dolgoznak, utána sötétben kell, hogy fussanak, sportoljanak. Éppen ezért arra gondoltunk kollégáimmal, hogy ezeket a városlakókat, illetve a Valóban sportos életmódot élőket reméljük, minél többen lesznek ilyenek támogatva. Olyan kandalábereket helyezünk ott el ebből a támogatásból, amely arra szolgál, hogy napelemes működéssel megvilágítja majd ezt a területet. Az ülésen az ipari park területének bővítéséről is szó volt. Az önkormányzat a meglévő 100 hektárhoz további 60-at szeretne csatolni. Ebből négy vásárlásáról megszületett a döntés január 27-én, a 2023-as év első rendes képviselőtestületi ülésén Máté Szalkán.